A Nemzeti Keresztény Érzelmű Közösséget erdélyi, székely származású és szegedi lakosok alkotják. Osztotta meg Fazekas Sándor János, a szegedi Őserő Dalárda vezetője. Hozzátette, az átlag életkoruk 70 év feletti, akik amatőrök és nem kottából, hanem szívből és lélekből énekelnek. Sötét felhőkből esőt hőkbe ránkozik, lemossa könnyeink, érte sírunk délvidék. Itt állunk árván, apáink sírja felett. Trianon 100. évfordulója alkalmával a közösség felkereste Csongrád-Csanád megye minden Trianon emlékhelyét, így többek között Makóra is elzarándokoltak. A vezető megosztott a televíziónkkal, hogy milyen cél vezérli az egyesületet. Mi abban törekszünk, hogy minden egyes alkalommal, és függetlenül pártoktól, vagy bármilyen közösségtől, mi mindenütt a nemzeti összetartozásnak a hívei vagyunk, és megpróbáljuk ezt úgy szakrálisan is, egyházilag is, az énekeinkkel is, és a verseinkkel is meghatározni azt a hovatartozását az egész közösségünknek. Az eseményen részt vett és beszédet mondott dr. Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató, aki kiemelten ejtett szót a Nemzeti Összetartozás napjáról, amelyből erőt kell meríteni és a jövőbe kell tekinteni. Hozzátette, ami megtörtént gyászos, de túléltük és így vágjunk neki az elkövetkezendő évszázadoknak. Szívfájdalom az itt élőknek, hogy a hajdani Torontál megyéből most egy háromszög, a torontáli háromszög tartozik még Csongrád-Csanád megyéhez, és ennek a egykor oly hatalmas megyének 97%-a az utódállamokhoz került. De mi a jövőbe tekintünk, és azt reméljük, hogy a határokon átívelő nemzetegyesítés, a szeretet, a régi családi kapcsolatok újjáélednek, és egy szebb, jobb jövő vár ránk. Ugyanebben a szellemiségben hozták létre a Petőfi Parkban lévő kopjás emlékművet a Nagy Magyarország sziluettje között, hangsúlyozta dr. Halmágyi Pál. A megemlékező műsort követően zarándok szalagos koszorúzással rótták le tiszteletüket.